Színjátszó tábort szervezett Moldován Blanka és Frumán Gergő, a Szatmárnémeti Haraggyörgy Társulat színészei 2017. július 3-a és július 7-e között a Nagybányai Teleki Magyar Házban. A színházi gyakorlatok mellett a tábor végére összeállítottak egy színdarabot Nagybánya történetéről, legendáiról. A tábor tavaly is megszervezték, nagy sikere a folytatására késztette a két színészt és a Teleki Magyar Ház vezető. A kezdeményezés valójában néhány évvel ezelőtt született, amikor Moldován Blanka még egyetemista volt. A táborban 30 gyermek vett részt, közülük 8 kisiskolás, akik a záró előadásban is, mint mini óriások jelentek meg. Voltak új emberek is a csapatban, ugye tavaly kezdtük el ezt Moldován Blanka kollégámmal ezt a tábort igazából, aminek már volt előzménye, mert jó pár évek korábban Blanka már tartott itt tábort, akkor még az egyetemre járt. Ugye tavaly elkezdtük, akkor 28-an voltunk, egy-két ember most nem volt a táborban, akik tavaly voltak, viszont jöttek még, így idén már 30 ember volt, a közül is 8 egészen apró óriás, az előadásban meg is jelentek, mint mini óriások. A tábor elsődleges célja volt a színházon keresztül minél jobban kommunikálni egymással, a színházi gyakorlatokon keresztül nem csak színészetet tanulni, hanem emberséget, egymásra való viszonyulást, egymásra figyelést, hídakat építeni. A táborozók játékosan tanultak különböző ritmusgyakorlatokat, amely által egy kicsit más bőrébe bújhattak. És hát arról szólt, hogy hogyan tudunk valahogy a színházon keresztül minél jobban kommunikálni egymással, hogyan tudunk a színházi gyakorlatokon keresztül nem csak színészetet, hanem emberséget, egymáshoz való viszonyulást, odafigyelést, hidakat építeni. Úgyhogy nagyon sokat játszottunk, különböző koncentrációs ritmusgyakorlatokat, olyan gyakorlatokat, ahol kicsit más bőrébe bújhattak, olyan dolgokat, ahol megismerkedhettek új helyzetekkel, és új emberekkel ismerkedhettek, meg akár az ő oldalukat is, a saját oldalukat is úgy ismerhették meg, mint valami újdonságot ebben a történetben, és hát megismerték a társaiknak is egy-egy olyan új oldalát, amit még nem láttak addig. A harmadik naptól kezdve elkezdtek dolgozni a záró előadáson, amelyet Nagybánya története és legendái témában állítottak össze a gyermekekkel közösen. Elkezdtünk dolgozni egy előadáson is a harmadik naptól, úgyhogy egészen 3,5 napjuk volt a gyerekeknek, hogy összerakjanak velünk együtt egy előadást, hiszen az volt a fő téma idén, hogy Nagybánya történetét, legendáit valahogyan beleszűjük a mi kis záró előadásunkba. Kicsikét egy-két legendát talán megpróbáltunk az eredeti legendától eltérően felhasználni. Itt számítottunk a gyerekekre is, ők is nagyon sokat írtak bele a történetbe, rögtönöztek a történetben, amit aztán mi rögzítettünk, és hát igazából együtt írtuk meg Blankával és a gyerekekkel ezt a dolgot, és hát nagyjából a mi dolgunk annyi volt már a végére, hogy segítsünk nekik a bennük rejlő tehetséget és kíváncsiságot egy kicsit kibontakoztatni és egymáshoz rendezni, és így született meg aztán a záró eseménye a hétnek, ami most volt látható éppen most már egy fél órával ezelőtt véget ért, ettünk egy muffint is közösen, és lassan itt hátul látszik, hogy már búcsúznak a nézők és a gyerekek. A két színész számára külön kihívás volt 30 személy részére szerepet kialakítani. A tábor Frumán Gergő színész szerint egy iskolatábor szerepét is betöltötte. Érdekes volt számára olyan dinamikus helyzeteket látni, amikor látványosan képesek voltak a táborozók felzárkózni ahhoz, aki egy adott pillanatban jobban teljesít. 30 emberről van szó. Alapvetően nagyon ritka a színház irodalomban az, hogy 30 embernek egyaránt jusson szerep, és hogy ne csak statisztáljon, vagy szótlan mellékszerepet vállaljon egy ekkora előadásban. Nagyon nehéz volt, viszont nagyon nagy kihívás is volt.
Az biztos, hogy tanulságokkal szolgál abból a szempontból, hogy elképzelhető, hogy a jövőben megpróbálunk még jobban ketté vagy három felé szedni majd a korosztályokat. Az igazság az, hogy ami nehézség az az, hogy és talán ebben is volt valamennyire egy ilyen iskola a tábor mindannyiunknak, hogy hogyan figyeljen oda az egyik, amikor a másik éppen egy kicsikét, másiknak éppen egy kicsikét több időre van szüksége felvenni a fonalat, illetve hogy hogyan toleráljuk azt, hogyha valaki nagyon gyorsan képes megérteni, és látszólag abban a pillanatban egy nagyobb tehetséggel képes hozzáállni az adott feladathoz. És ezek egy érdekes dinamikák ilyen helyzetben, amikor azt látja az ember, hogy vannak húzóerők, és így látványosan képes felzárkozni valaki ahhoz, aki abban a pillanatban jobban teljesít. A záró előadás végén a gyermekek emléklapot és egy könyvet kaptak. A tatárok, betyárok, bányarémek, folklórhagyományok nagybánya vidékéről kötetet a nagybányai Teleki Magyarház biztosította, és tulajdonképpen a könyv ihlette a szervezőket is a záró előadás témájában. Ezeket a könyveket a Teleki Magyarház biztosította itt Nagybányán a gyerekeknek, és mindenki kapott egyet belőle. Ez a könyv nagyjából a nagybányai legendákat, históriákat dolgozza fel, és ilyen szóbeszédeket, ami gyakorlatilag, hát nem is azt mondom, hogy a gerincéül, de inkább azt mondom, hogy az ihletőjéül szolgált az előadásunknak. Hát ebben a könyvben vannak olyan történetek, például a vadlányok története, ami a nagybányai elmesélések szerint sokkal horrorisztikusabb, mint ahogy mi ezt megfogalmaztuk, és hát van még egy-két ilyen történet. Nyilván ezeket igyekeztük átdolgozni most egy ilyen 18 év aluli kategóriára, de a könyvben megtalálhatók az eredeti változatok is. Három párka, oly gyönyörűség, kezükben van az élet. Sors és idő marzagját bogozzák, lássuk, mit mesélnek. Tragika! Komika? Skeptika? Ó, tökéletes, felállna! Jó napot kívánok! Hollósi Szimon, a híres festőnő. Nagyon tetszik ez a borzos ha is ez a szakád, meg ez az exotikus szakadt öltözék és ez az ing. Szeretném, hogyha modellt állna nekem. Akkor holnap a műtermemben. Viszlát! Jó napot! Nem akarom megsérteni, de ez a borzos haj, ez a hosszú szakáll, ezek a szakadt ruhák, nagyon megesett magán a szívem. Itt egy kis pénz, menjen el Borbélyhoz, és vegyen magának pár szép új ruhadarabot. Viszlát! Hollósi és Ferenci híres festők, iskolát nyitottak a sűrű erdőn. Mondtak egymásnak hideget, meleget, veszelkedtek, cibakodtak eleget. Hallottam, nem fizetted azt az embert, akit le akartam festeni? Azt hiszem, ez vicces? Jó! Wow. Tetszik a festményem? Nem rossz.
Miért? Tetszik az enyém neked? Hát nem rossz, de... Jó. Mi lenne, ha együtt festenétek? Ír vele! Bár nem is olyan rossz ötlet, kedves. Gróf Teleki Sándor? Bizony, bizony. Én a rajongója vagyok. Örvendek. Ferenci Karolina. Polosi Simona. De mit fessünk? Hát, fessétek le nagybányát. Nagybányát? De nincs annyi festékre pénzünk, hogy lefessük az egész nagybányát. Hát, én meccénás vagyok. Támogathatok titeket. Jó, próbáljuk meg. La 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 la. Te jó ég, összebogoztad a fonalat! Ez borzasztó! Biztos? Borzasztó vagy inkább csak elkeserítő? Hát szerintem kiváltképp humoros. Szedjük szét! Le van húzva. Hát már le. Állj! Biztos jó ez? Merre húzom? Mindegy! Szedjük szét! Állj! Ez borzasztó! Ez nagyon is humoros. Szedjük szét! Szedjük szét! Állj, te jó ég! Petőfi és Szendrei Júlia! Biztos ők azok? Uhú! Petőfi és Szendrei Júlia elindultak a koltói kastélyba. Drága Tumicám, de nem megmondtam, hogy javítsd meg azt a kereken. Egyetlen napsugaram, nem tudok mindenre odafigyelni, mikor verset írok. De hát megígérted, aranybogaram. Arany? Nem arany, hanem Petőfi. Ne viccelődj! Inkább azt mondd meg, hogy jutunk el Koltóra, Teleki grófhoz. De jó ég, visszaugrottunk az időben! Biztos? Oda, ahol Petőfi és Teleki először megismerkedtek? Jé, mozizunk! Jön az első eleven gróf, akivel beszélek. Hát döglöttel, beszéltél-e? Az magam is voltam komédiás koromban. Oké, korám, velem nem sokat nyertél, de én is amolyan vadgróf vagyok. Állj, most már térjünk vissza az eredeti történethez. Biztos? Én tekerem, én tekerem, én tekerem! Hát akkor menjünk gyalog! És útközben majd kérdezősködünk, hát ha valaki meg tudja javítani a kereket. Mi ez a morgás? Ez itt a morgó barlang. Itt óriások élnek. Meneküljünk innen! Egy barlangnak a kellős közepén 8 óriás szomorkodott méretén. Az volt a baj, miért olyan kicsikék? Nézzük hát, hogy törnek össze szívecskék. Muffin! Jövök, Magyi! Mazzat! Ó! Marci! Jövök már! Magyaka! Jövök, na! Momlasz! Oké, jövök már! Mirinda! Megyek már! Marcipán! Jövök, na! Ha-ha! Miért vagyunk ilyen kicsi? Talán nem is vagyunk óriások? Vagy talán összementünk a mosógépen? De hát apa és anya is óriások. Lehet, hogy túl keveset tettünk. Vagy talán túl keveset aludtunk.
hogyha óriás lennék, és felnyújtanám a kezemet, a csillagok ígérnék. Hogyha óriás lennék, sokkal hangosabban bömbölhetnék, mert nagyobb lenne a szám! Hogyha óriás lennék, megmenteném az egész világot. Hogyha óriás lennék, egy nagy vattacukrot gyúrnék a felhőkből. Hogyha óriás lennék, sokkal többet ehetnék, mert nagyobb lenne a hasam. Ha óriás lennék, egy nyelésből le tudnám nyelni a mogyorógokrot. Ha óriás lennék, megsegíteném az embereket. Ha óriás lennék, soha nem kellene repülővel utaznom, mert egy lépésből bejárnám az egész világot. Inkább megyek, és elveszeltem magamat az zavarba. Én pedig kiugrom az István toronyból. Megyek az akasztófához. Számüzetésbe vonulok a koltói kastélyba. Én remeteretek a kakastoré tetején. Elmegyek apácának a klastromréti kolostorba. Bezárkozom a mészáros bástyában. Én pedig kiülök a domtetőre, és onnat nézek szerteszét. Hogyha óriás nem lehetek, lehetek vajon hercegnő? Már megint ezt akarja. Ez már idegesítő. De nektek nincs valami vágyatok? De én egész nap morcogni akarok. Nem akarok fürdeni! Egész nap magyarót szeretnék enni. Nekem sok kaja kell. Én egész nap marcipánt szeretnék enni. Én egész nap a barátaimmal szeretnék játszani. De hát olyan kicsik vagyunk, mint a kisegér. Kisegér, kisegér, mindenjükbe belefér. Most komolyan. Legyünk bányászok, csináljunk egy nagy bányát. Lehetek a bánya hercegnél? Rúza Márta és a Györgyi színdarabot kezdtek írni a szűzkörről és a lányról, és annak a mondájáról. Jó napot! Harag Györgyi vagyok, a rendező. Asszony Pataki Róza. Örvendek. Jó napot, művésznő! Harag Györgyi, a rendező. Jó napot kívánok! Lent vagy Márta? Hát persze, ki nem ismeri a művésznőt. Hát, akkor kezdjük az olvasópróbát. Itt vannak a szövegkönyvek. Állj, pörgessünk bele! Biztos? Ez borzasztó! De hát a próba folyamatnak ez a része úgy sem érdekel senki. Inkább lássunk valami akciót. Újra! Mehetek? Egy pillanat, művésznő! Ez most mi? Kövé fagytam! Szűzkövé! Tehát a lány be akar állni a badlányok közé, elszalad otthonról, az anyja pedig elátkozza, és kővé válik. Kővé! Jó, jó, tudom, tudom. Egy pillanat, művésznő. Maga szerint egy halálra fagyott kő így áll. Tudja, mit én elegem vagyok? Nagyon jó. Lányok! Nem erre gondoltam! Ez hosszú lesz. Újra! Marci Feri és Jenő, Grigor Dénes a menők, áj na 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 na. Loptak, csaltak, hazudtak, zsákmányokra vadásztak, áj na 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 na. Ki a vezér, nem tudták, szavazásra bocsátják, áj na 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 na. Nem hagyjátok ezt már abba! El kell döntsük, hogy ki lesz a főnök! Egyértelmű, hogy én leszek. Én egész barlangrendszereket alakítottam ki menekülőknek. Igaz, kakuk Marci? Úgy van, Pintje Grigor. Én pedig fordítva patkolom a lovamat, és semmi se érjen utol. Ugye, Józsi Jenő? Így van, Tolvaj Dénes. De mi is valahogy el kéne döntsük, hogy ki lesz a főnök.
Van egy ötletem, versenyezzetek! Milyen jó ötlet kapunk, Marci! Ezt fel is jegyezzem. Legyen párbaj! Abban te jó vagy! Párbaj? Legyen gyorsfutás, abban te jó vagy! Gyorsfutás! Legyen! Akkor, Bandi! Vezess a párbaj! Enoj! Van! Puff! Jól vagyok! Jön a gyorsfutás! Jöjjön! Felkészülni! Vigyázz! Rögy! Az erdőkbe. Ki vagy te? És mit akarsz? Igen, ki még kit akarsz? Én lenni Pablo. Illanoi borbémester fodrász. Pablo. Pablo. Legyél inkább Furtos Feri. Furtos Feri. Te, hát nézd meg, milyen gazdag gyerek vagy. Menj arra, hogy lehet nálad. Ne vegyétek el az összes pénzem. Megborotválok és lenyírnak. Hát mondjuk itt nem nagyon hasznos lenne itt a szakállamnál. Engem is zavar ez a frufru. Eléggé megnőtt a hajam. Zavar a fülem mögött. Radics legférnek is igazítás. Akkor veled kezdem. Másfél óra múlva. Már csak tol vagy éles, de kell van hátra. Ott már Lali. Ah, mit csinálsz? Csak meg akartam igazítani a nyakadnál a szakállalat. Képzeljétek el, múlt hónapban a barátom elvitt a piacra egy 5 lóerős szekérrel. Milyen jó vicc kapok, Marci! Ezt fel is jegyezzem. 5 lóerős szekérrel. No, fiúk, ideje aludni. Ki vagy te, és milyen napokból parancsolgatsz nekem? Én Mátyás király vagyok! Jaj, de nehéz Mátyásunknak áruhában a városban, mert az ember titkolózik, a király előtt bezárkózik. Felső királyunk! Jó napot! Elnézést! Nem akarunk zavarni? Mit ott van nálad előtt a keresztmény? Tudnának esetleg segíteni? Persze! Hogyne! Csak várjatok meg odakint, és mi majd jól megsegítünk titeket! Hát ennek nincs ki a négy kereke! De jó vicc kapunk, Marci, ezt le is írom! Ennek nincs ki a négy kereke! Na-na! Fiúk! Itt a remek lehetőség, hogy rendes ember váljék belőletek. Ha már eddig mindenhonnan kereket oldottatok, ezzel már egy kerékgyárat ajándékozok nektek. Aztán majd tessék feleséget is keresni. És velem mi lesz? Én se szeretnék többé vérgyilkos lenni. Gyere közé! Állj be közé! Állj! Most már elég a betyárokból. Jöjjenek a szerelmesek! És a gróf! Biztos? Igen, 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 igen! Ó, te jó ég! Gyönyörű ez a vidék! Hegyek, völgyek, folyók! Hihetetlenül költői! Ez itt pedig a Morgó barlang! Emlékszem, ma már jártunk erre? Rémisztő hangok jöttek onnan! Hát akkor kalandra fel! Te jó ég, lementek a barlangba! Annyira izgi! Most nem történik semmi! Semmi? Sohasem semmi történik, hanem mindig valami. Uncsit belepörgetek! Megint! Borzasztó! Szeretse fel!
nagyon. Úgy mentünk a bányába, amíg korbászban a töltés. Badlányok! Mi ez? Aztán jön valaki. Menjünk vissza a bányába. A badlányok összesen öten voltak testvérek. Mindig ott laktak a mérdőben. Nézzük, mi jön az ő történetükben. Ez az vadmegy! Hol voltál? Mit hoztál? Én a piacon voltam éltet lopni. Ez az vadalma! És te hol voltál? Mit hoztál? Én a gazda kutyából loptam vizet. Hol voltál? Mit hoztál? Hát én az orjások erdejéből loptam fát. Ez az vad szedet. Ügyes vad. Hol voltál? Mit hoztál? Szóval gyöngynövényeket loptál. Ügyes vagy, vadrózsa! Hol voltál? Mit hoztál? Répát loptam a gazdától. Ez az vadgesztenye. De hol van vadkötte? Tényleg, hol van? Hol voltál? Mit hoztál? Először is voltam egy bárban, és ott láttam egy szép nagy szobát, és onnan mindenféle csili-mili dolgot kiraboltam, és elhoztam. Ez az vadkörte! Király vagy! Sírálj vagy! Sírálj! De hiszed, hogy csak karcatok! Hagyjuk, menjünk aludni! Hogy nem tetszik! Csak felpróbáltuk! És tetszik? Igen! Nem, nekem Fürtös Feri tetszik.
Te leszel a feleségem! Nem, nekem inkább Józsi Jenő tetszik. Te leszel a feleségem! Nem, nekem inkább Pintje Grigor tetszik. Te leszel a feleségem! Nem, nekem Kapuk Marci tetszik. Áldásom rátok! Itt egy virág. A szépség, a szerencse szálljon be az életetekbe. Menjetek és ültessétek ki arra a hegyre. Itt egy marékrózs. Vessétek ki arra a hegyre, és nevezzétek el rozsájnak. Itt egy kereszt. Tegyétek ki arra a hegyre, és nevezzétek el kereszthegynek. A hit szálljon be az életetekbe. Itt egy csákány. Bakasszatok vele forrást a ligetbe, és nevezzétek el a forrás ligetének. Itt egy... hát itt egy fokhagyma. Szeretem a fokhagymát. Vessétek el, és csináljatok belőle egy fokhagymást. Nem lehet dolgozni, így nem tisztelnek engem! Téged nem tisztelnek! Édes kislányom, hány éves vagy te? Én már 30 éve vagyok a pályán. Legyél a feleségem! Elnézést, művésznős, ha megengedik. Gróf Teleki Sándor, támogatnám az előadásukat. Szabad akarják? Persze. Elnézést, nem látta a színésznőimet. Wow! Nem tudja, ki festette ezt a képet. Mi mondtunk? Tetszik! Nagyon! Épp egy nagybánya témája eladáson dolgozom. Tökéletes lenne díszletnek. Eladó? Hát, beszélhetünk róla. Ígyunk egy kávét a Bergerájban. Finálé! Hol vagytok már? Hol vannak a miniorjások? Itt vagyunk! Itt vagyunk! Tapsrend! Képzelni, hogy mekkora munkája van benne a gyerekeknek. Úgyhogy... Halló? Úgyhogy én nagyon szépen szeretném megköszönni Kosztin Evelynnek! Van egy könyved is! Víg Varga Vivinek! Elianti Szárának! Tamajaga Irisnek! Gircsi Sorsolyának! Hitter Annácskának! Balog Vikinek! Kasztelvelinnek!
Kovai Zsuzsának! Nem fárad a tapsolásban? Kolozsi Hannának! Ez az! Rót Katának! Maros Andorának! Balaritának! Krisztinek! Nagyon szépen köszönöm!